ennek a boltos Johnnak, már megcsináltam egy pár küldetést, és most is egyet, és úgy nézem, hogy adott egy kukát. Ezzel mondjuk nem tudom, mit érek, de szerintem megint van egy küldetés, amit le kéne adnom neki. Fantasztikus ez a kuka. Nem tudom, hova tegyem, meg egyébként nem tudom, mit érek vele, mert alapvetően már kidobáltam eddig is a dolgaimat, amire nem volt szükség, de mindegy, hát bútor tegyük ki. Most ide teszem a házam mellé, ez elvileg egy ilyen komposztgyártó, de még jelenleg ezt se csinál semmit, úgyhogy valószínűleg ezt se jól használom. De mondjuk ide betesszük ezt a kukát. És lehet guberálni? Nem tudom, mit csináljunk, valamit kidobok, mondjuk. Egy ilyet. Ezt meglátjuk, mi lesz vele holnapra. No, illetve néha megjelenik ez a szintén elég depis kínai néni, és mindig van egy kiemelt terméke, amit sok pénzért megvesz. Tehát speciál, ez most árul lisztet, ami nem rossz, kérdés mennyiért, hát nem túl olcsón. Ez az egyik. A másik, hogy ezt elvileg kiemelte jó áron megveszi. Na, ezt megpróbáljuk megnézni, mert ilyenem egyébként van, de nem túl sok, és mondjuk egyébként semmire nem használom. Na, gyorsan megsütöttem mindet, nézzük, hogy ez mit ér Johnnal. Aztán reméljük, még nyitva lesz a néni. Hú, 2,75, nagyon komoly. Hát remélem, a néni ennek legalább ötszörösét fizeti. Gyorsan idejövünk, megnézzük. 2,75-nek hányszorosát tetszik adni? 300 lesz? Ó, hát több, mint duplája. Azért ez elég jó. Csokkolom. Hát ennyire adom az összeset nagyon szívesen. Na hát igen, szóval ezért kell spejzolni. Ezért kell minden látszólag hülyeséget és szarnak tűnő cuccot elrakni. Mert ez mondjuk most nem volt olyan sok. 33 ezret írt. Mennyit? 600? De az kb. Jó. Oké, hát szóval ezért kell minden frincfalacot elrakni, mert ki tudja, hogy mikor kerül elő egy néni, aki ezt szeretné megvenni tőlünk egy rakat pénzért. Úgyhogy ez néha-néha meg szokott jelenni, és minden nap más termék van, amit ő ilyen hiper jó áron megvesz. Érdemes erre is felkészülni. Na, itt sütögettem a kajákat, és közben szerettem volna visszamenni a gyorsutazó ponthoz, és itt láttam a sarokban, hogy itt van egy ilyen kérdőjel. Ezt nem pontosan tudom, hogy micsoda. Ilyen még nem volt a térképen, viszont ezt viszonylag gyorsan becserkészem, úgyhogy ugrás a jetskire, aztán nosza rajta. Főleg ez az érdekes benne, hogy ez látszólag a tengeren van. Akkor ez valami olyan fúró torony, vagy mi a tüdő. Mindjárt meglátjuk. Ó, itt valami nagyon füstöl. Lehet, hogy bezúl... Ja nem, ez egy hajó. Ó, tehát távolról csak füst látszódott, azt hittem, hogy valami lezuhant. Igen, és most ezzel mit csinálok? Kalóz! Kicsit delay-jel töltődik. Ó! Biztos, hogy nem hoztam magammal elég pénzt. Ez mi ez? Valamilyen sítes gangster hajó, vagy mi az Isten? Jaj, ne sutogjál már ennyit, te maffia főnök! Aranyóra! Ez csak kiállítás? 20 ezer! És ez... most nekem miért jó? De én nem ezt akarom, én ezt akarom megvenni, mert ezzel lehet, hogy tudok... 800 ezer! A jó édesanyádat! Hülye vagy te! Mafiózó disznó! Old key! 1 millió? 1 millió? Ez bolond ez az ember! Öreg, elmentek hazúról? Mindjárt kinyírlak. 1000 permit point. Ez nem normális. Tényleg, ennek elgurult egy ótszere. Ez mi? Ezzel befoghatok kutyát? Ó! 300 ezer. Hát szinte ingyen van. Hát komolyan, ez most lehetőleg legyen valami nagyon szar blueprint, mert nem akarom megvenni 2 millióért. 400 ezer! Ez hülye! Mi a szar ez? City learned crafting receipts. De milyen? 400 ezer. Fú, de ha átversz, kicsinál a kávébab.
ez megvózott van. És mi ez a... ezt a szar rádiót szétverhetem? Aha, hát hogyne? És eladni is lehet neked, te nyomorult? Hát most ez nagyon jó, hogy itt legalább 1 millió pénzt el kéne verni. Ja, Istenem, hát ez valami shites gangster. Jó, hát akkor nekem leginkább kéne ez. Ez most ennyit nem fogok ezért költeni. Hát gondolom ez nem csak most van itt, 800 ezer. Most már legalább tudom, ha ez legközelebb megjelenik, akkor legalább 1 milliót magammal kell hozni. Vagy inkább 1 millió 2-t. Jó van, köszi. Hát mondjuk azért a blueprinttel lehet, hogy visszajövök. Na érdekes, minden nap ide jöttem, ránéztem a kukára. Eddig nem volt benne semmi, de a harmadik nap, és van benne egy tojás. Tükörtojás. És egyébként nem írja, hogy romlat lenne, vagy bármi. Úgyhogy lehetséges, hogy itt néha random lesznek hasznos dolgok, amit más számára szemét, de én esetleg tudom használni. Ez egy kicsit gáz, de most így kivettem a kukából egy tükörtojást, lehet, hogy benyomom. Hát, ha ad egy kis extra energiát, vagy hát legrosszabb esetben is eladom. Na srácok, hatalmas felfedezést tettem. Rájöttem, mire jó a könyv. Találtam már korábban egy ilyen gépészeti könyvet, vagy vettem a... azt hiszem a kereskedőnél talán, a Johnnál. Fogalma nem volt, hogy mire való. Most kaptam valamelyik küldetésre egy ilyen bugbookot, amire szintén nem tudtam, hogy mi a francra való, viszont elindultam a... nálam volt, mert pont volt egy slot az inventorimban. Szerintem kb. Cirka véletlenül nyomtam rá. A fémdetektorra akartam, a másikon állt, rányomtam, és így megjelent így egy légynek, akkor nem is tudom éppen mi volt, valamilyen lénynek az ikonja, és hogy mibe kerül. Tehát lényegében, ha a kezemben van, ez most azért király, egy, messzebbről mutatja, kettő, ezt tudom, hogy be kell fognom, mert ilyet még nem fogtam be. Tehát ezt vihetem a múzeumba. Szóval alapvetően, amit már eladtam, vagy bevittem a múzeumba, arról van információm, tehát ott látom, hogy az mennyibe kerül, és egy, sokkal messzebbről látom a bogarakat, kettő, látom az értékét. Ilyen formában, ott full nem látnám, hogy most mi van, de látom, hogy ott van egy légy, és ezt nem fogom be, mert rohadtul olcsó. És ilyen formán ezt is látom 290, ez a másik típusú lepke, ez meg valami 2100 pénz. Tehát most szépen így mászkálok, és szedem össze ezeket a drágább lepkéket, meg most az előbb például befogtam egy bogarat, amit full észre se vettem volna, viszont így láttam, hogy ott van, és azt is láttam, hogy azt még nem fogtam be soha, tehát hogy ez... nekem eléggé szükséges. Ezt azt hiszem a Theodor adta most a múzeumos srác. Folyamatosan az van, hogy a napi questeket, ha megoldja, mindenkihez oda megy az ember és beszél velük egy adott nap, akkor nagy eséllyel adnak valami questet, hogy ő kér ezt, kér azt, kér amazt. Ezek látszólag ilyen baromságnak tűnnek, de hogyha megcsinálja nekik az ember, az elég jó, mert van, hogy csak pénzt ad, idejözőjelben csak, de van, hogy tárgyakat. Tehát, hogy mit tudom én, ad egy pulóvert, vagy egy, nem tudom, valami, akár egy ilyen könyvet. És ezek egész hasznosak, vagy egész jó értéke lehet, stb. Úgyhogy érdemes meg egy, hogy növekszik velük a reputációnk. Ugye, hogy más nem mondjak, most például állat árusító emberke fog éppen beköltözni, már csinálom a telkét, mert azt hiszem egy teljes szívet, vagy egy háromnegyedet, vagy egy teljes szívet el kell érni ott a barátság ikonok között, hogy mennyire kedvel minket. És amikor ezt elértük, ezt az értéket, akkor megjelenik a telek könyve, vagy ez a telek lapja Maminál a központi boltba, meg tudjuk venni, le tudjuk rakni ezt a telket tulajdonképpen a házának az alapját, és akkor oda fog költözni. Szóval amikor így időszakosan a sátrunkban megjelennek a... most persze rohadtul nincs itt egy bogár, hogy ne tudjam megmutatni. Tehát amikor időszakosan a sátrunkban megjelennek a... vagy a sátorban megjelennek a vándorutazók, akkor azoknak igyekezni kell minél jobban kedvére tenni, és minél hamarabb megcsinálni azokat a questeket, amiket kérnek, mert akkor fel tudjuk vinni a reputációnkat, és oda fognak költözni, és akkor jobbnál jobb szajrékat adnak. Én most azt a Milburn, vagy nem is tudom, hogy hívták, azt akarnám visszacsábítani, aki ezeket az érdekes termékeket gyártotta, mert ott volt még légkalapácstól kezdve minden franc, és egyelőre azokat nem tudtam gyártani, úgyhogy azt még vissza szeretném szerezni. Most egyelőre örülök magamnak, hogy van egy ilyen könyvem, és látom, hogy ez a pók, ez mondjuk 3500-at ér, ami eléggé nem rossz, meg eléggé ügyesen kapom el. Úgyhogy most akkor bogarászok.
Kukába minden nap érdemes benézni. Most konkrétan egy ilyen halat találtam benne, ami egyetlenszer sikerült fognom a bányában, egy tóban, és valami 15-6 ezeret ért elég sokat. Illetve nagyon vicces volt az, kár, hogy nem vettem föl tegnap, vagy tegnap előtt is egy hal volt benne, valami kisméretű hal, és találkoztam a virágárus lánnyal, vagy ezzel a magárus lánnyal, adott egy napi questet, és pont olyan halat szeretett volna. És odaadtam neki lazán, kár, hogy nem lehet azt mondani, hogy eddig nyugodtan most találtam a kukába. De effektív, azt a kukából szedtem ki, és pont egy olyan quest volt, hogy ő azt szeretné. Úgyhogy, hát speciál ez a hal, ez mit tudom, 15 ezer. És az egy mozdulat volt, hogy kinyitottam a kukát a házam mellett. Ez meg eddig egyetlen egyszer gyártott nekem egy komposztot, tehát azért ez nem pörög olyan nagyon. Ebből gondolom kell egy 20-at csinálni, hogy megfelelő mennyiséget gyártson. Szóval hogy ezek a questelések, ezek egész jók, és ezzel a könyvvel ezzel meg egész jó farmoltam a bogarakat, elég jó pénzeket kaptam belőle, majd megpróbálom. Igazából ilyen halas könyv, nem tudom, van-e, annak rohadtul örülnék, hogyha halakkal kapcsolatosan lenne ilyen, mert annyira szarul látszódnak a víz alatt, annyira nem tudom eldönteni, hogy milyen hal. És jellemzően sikerül mindig egy olyan halat kifognom kinkeservesen, ami egy hús dob. És úgy meg egyszerűen meg kéne jegyeznem a nevét annak a 2-3 halnak, ami sok, mit tudom, 4-5-6 hús dob, és akkor a könyvvel nézném, és csak azokat fognám ki. Hát próbálok majd ilyen. Itt a Theodornál néha van árusítás, ez a fényképezőgép van ott állandóan, úgyhogy majd még egy ilyen halas könyvet kéne szereznem, az király lenne. Na, ezt még le akarnám tesztelni, hogy ez a hal, ez mennyit ér. Ugye a szokásos történet lesz, hogy megnézzük a kereskedőnél, és megnézzük utána sült halként, hogy mennyit ér. Ezeket érdemes néha megnézni itt a táblán is, mert itt például az van, hogy egy darab ilyen lemezt adunk neki, ilyen own lemezt, ja, el kéne fogadni, és azért ad két ilyen tömböt, és ez nem egy akkora deal, de egy, hogy legalább kicsit javul a reputáció, kettő, hogy ezzel egyet nyerünk, mert ez pont ugyanúgy egy ilyen tömbből készül, tehát egyet adunk neki cirka kettőért, tehát ez azért nem egy hatalmas deal, de mégiscsak egy 100%-os haszon. Ki volt ez a jó ember? John. Hát most már csak ki kéne nyitnod. Makipók. Ja, te itt vagy, addig is azt el tudjuk intézni. Ezzel már elég magas egyébként a barátságunk, és ilyenkor mindig ugrik egyet. Meg azért jó ezeket néha megcsinálni velük, mert az egy dolog, hogy most írta, hogy mit fog adni, de nem mindig írja. És akkor lehet, hogy tényleg ad valami jó pofa dolgot, ruhát, vagy valami eszközt, receptet esetleg, vagy ugye a John adta a kukát. Ja, tényleg nézzük meg a kukát, várja, most keltünk föl. Jön a kukába, kicsit guberáljunk. Egy ágy! Oké, mi más? Ez nagyon kemény. Ezek simán lehet, hogy néha van olyan, ami rohadt sokat ér. Egyelőre egy ilyen homeless kis szaron alszom. Ahhoz képest, hát konkrétan volt a kukába egy ágy. Jó, hát figyelj, jaj, nem akarok aludni. Kicseréljük az ágyat. Vagy ezt a matracot, nem tudom, van ennek ugyanúgy bármi előnye, így az esztétikai dolgokat leszámítva. De mégse csak, hát mondjuk kicsit demoralizáló, hogy a kukából szedtem ki, de végül is mindegy. Apróságokon ne akadjunk fel. Na, majom puk kinyitottál, megnézzük mennyi ez a hal. Most már többször nem játszom a scooteres poént. 19.866, hát ez nem rossz. Akkor feltételezem, ez hetet fog dobni. Most kicsit rizikózunk vele, de nem baj, megsütöm. Ó, nem. Nem állunk meg 7-nél. 8! Húha! 9! Na ez jó deal. 10-et dob. Ennyi volt? 19? Azt hiszem. Bár kérdés, hogy mennyit ér az a hús, mert lehet, hogy valami szar hús dobott. Hol van? Ezt a 10-et dobta. 22. Igen, ez valami más típusú. Jó, mindegy, akkor is többet ér, mint amúgy ért volna. Úgyhogy viheted. Na és most épp van egy olyan questem, hogy vadásszak le 2 állatot. Itt van. És ugye említettem, hogy korábban, mint hogyha úgy tapasztaltam volna, hogyha nem én csapom le, hanem ez a tűz nyírja ki az állatot, akkor ez nem számít bele.
és most ezt eléggé tudom prezentálni is, tehát ez az égvilágon semmit nem haladt ez a dolog. Úgyhogy ez ebből a szempontból nem szerencsés, valószínűleg ezért ezt a tűzfegyvert ezt le is fogom rakni, mert kérdés, hogy így talán a skill növekedésben, vagy a, hogy mondjam, ezeket az achievementeknek, a milestone-oknak az elérésében ez így részt vesz, ez szerepele. Ez tök jó, hogy ez a lángsebzés, ez többet sebezés, hamarabb kinyírjuk, csak nem jó, hogy nem számolja így, akiket legyaktuk. Most a másodikat lezúztam, az beszámolta. Most megpróbálok még egy ilyet, hogy mit tudom én ezt a... Hoppá, ne harapjál meg, gyöki. Mondjuk egy kutyát fölgyújtottam, vagy egy ilyen dingót, vagy mi az Isten ez, és... túlélte? Nem, elpusztult, és megint nem számolta bele. Szóval hát igen, ezt meg tudom erősíteni, ha nem mi csapjuk le, hanem a tűzsebzés, akkor az nem ér semmit. Viszont most jut eszembe, hogy ehhez a jó emberhez most nem jöttem még ma be. Na, egy könyv. Oh yeah! Halas könyv. Na, add nekem ajándékba. Hülye vagy? 118 ezer? Miért? Azt a rohadt. Hát igen, ez akkor valóban értékes. Na jó, hát ilyen még nem volt, de akkor lehet, hogy ki kell vennem a bankból pénzt, vagy valamit el kell adnom ennek a John gyereknek, mert ez nekem muszáj. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudnám hasznosítani. Na hát beugrottam John barátom, az adtam egy pár szajrét, mert nem akartam pénzt kivenni a bankból, és akkor most már van rá keretem, úgyhogy ezt gyorsan meg is veszem. Szuper! És ez nagyon jó, most nálam van ez a bogárkönyv is, meg ez a halkönyv is, és akkor nézzük, hogy ez most mit fog nekünk tenni. Mert elvileg... Ó, de király! Hát ez rohadt jó. Na így ez nagyságrendekkel könnyebb lesz ez a történet. 8000. Ó, utálom ezt így vakon csinálni, hogy nem tudom melyik mennyit ér, és így ez tök jó. Tehát ez alapján sokkal könnyebb lesz halászni. Jó, ott az egy 20000-es történet. Ja, az egy karthal. Na jó, megyek a jetskiért. Na hát az a szépséghibája a dolognak, hogy ugye nem tudok egyszerre jetskit vezetni, meg könyvet nézni, sajnos, de azért ez mennyire király ma. Tehát, hogy meg kell állnom ugyan gyakran, de egy full körbe tudok nézni. És rengetegszer van, hogy olyan küldetést adnak, hogy valami típusú halat fogja ki. És ezek a sziluettek, amik itt úsznak a víz alatt, ez kb. Szarra se jó. Abba full nem tudom kivenni, hogy melyik milyen. De itt szépen az összesnek el tudom olvasni a nevét. 1, 2, látom, hogy mennyibe kerül. 3, hogyha esetleg valahol látok egy kérdőjelest, az szuper király, mert akkor azt egyből megyek befogni, mert hogy akkor azt még nem szereztem. És egyébként extrán jó ez a könyv tényleg, mert itt egészen közel a bázisomhoz is találok olyan halat, amit még nem fogtam ki. Na, ezt még nem fogtam soha. Érdekes, na akkor innentől kezdve már ezt is kírja, és például ugye már fejlődött ez is, hogy újabb fajt fedeztünk fel, és már nem soká maximum, úgyhogy így könnyebben megtalálom ezeket. Most kíváncsi leszek a fishingre. Daráljál csak szépen kilóg a képből. Na hát én is így gondoltam.